Vallejo, Stephen megint. Jön a beadás, ott a gól! Edon Vanyi! Itt mondom, itt ez a labdátvétel, ahogy vele megindul, és jön a labda. Csodálatos támadás volt. 1-0 a DVTK-nak. Hát eddig nagyrészt az történik a pályán egyébként, amit a DVTK szeretne. Ez egy jó labda, Szabó bent a 16-oson belül, jön a beadás, ott a fejes! Szentics mekkorát védett. Klimovics lép ki, Klimovics átveszi a labdát, Lukács gól helyzetben beteszi középre, és nincsen második gól. Most nem úgy áll ez a meccs, hogy ez a sorozat folytatódhat, de még sok van hátra. Nagyon könyves! Például ott az egyenlítő gól. Itt ugye reklamálnak a diósgyőriek egy szabálytalanságot a labda vesztésnél. Könyves pedig pontosan érezte, hogy egyetlen egy jó megoldás van, ha nem cipeli a labdát, ha nem kezd el cselezgetni, ha elgurítja. Ez egy jó indítás lehet. Lukács elviszi a labdát, Lukács gól helyzetben, és óriásit védett Szappanos. Temesvári. Ó, elpattant tőle, nagyon rossz megoldás. Választott, és neki van már Temesvárinak egy sárga lapja. Igen, bizony, kiállítja őt a játékvezető két sárgával. És ugye saját magának köszönheti Temesvári, mert bármit csinálhatott volna azzal a labdával, úgy ért hozzá, hogy elpattant tőle 4 méterre. Az nem túl közel, de nem is túl távol. És második sárga lappal kiállítatja magát Temesvári. Hát ez nem az ő meccse volt. Ugye itt, ez már a vége, itt, ahogy leütközte Vancast. De előtte simán elrúghatta volna, elfejelhette volna, bármit csinálhatott volna vele. Vissza Stephennek, jön a visszagurított labda, és egy óriási védés Szappanostól.